Következő vendégeinkre nagyon-nagyon régóta várunk. Már csak azért is, ugye, mert 20 év az 20 év. Ez nem semmi. És igen, főleg úgy. Az még gombocból is egyébként nagyon sok lenne, de ez a Unique zenekarnak sikerült. Igen, és egyrészt magánéleti siker is, másrészt zenekari siker is. Jó, igen, mert hogy itt még van... Még nem váltunk el. Még nem váltunk el, igen, igen. Magánéleti miért váltatok volna el? Vögyesi Gabi és Kovacsics Ádám a vendégünk, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Házassággal a hányadiknál jártok? Nulla, az nulla, nem vagyunk házastársa. Ja, tényleg. Nem tudunk elválni igazából. De jó. Csak élettársak vagyunk, mi erre esküszünk. Az meg még zenésztársak is. Az nem is számít. Hát ez van. Két gyerek se számít. Apróságok ezek. De az számít. Na, meséljetek nekünk arról, hogy ugye amikor az embert megkezdik arról, hogy valójában ez már nem is 20-dik, ugye azt mondtátok, hogy 21-dik. Hát igen, mert amikor benne vagytok a 21-dikben. Mikor eszméltünk, hogy 20 évesek vagyunk, és elkezdtük szervezkedni a jubileumi koncertet, akkor mire sikerült összehozni, addigra már 21-ek voltunk, de ezt nem így kommunikáljuk, mert az nem olyan jól hangzik. Úgyhogy egész évben a 20. évet ünnepeljük. Jó, mert hogy azt kérdeztem volna, hogy mi az a top 3, top 5 kategória, vagy pillanat, amire nagyon-nagyon szívesen emlékeztek vissza ebből a 20 évből? Nehéz kérdés, meg nagyon nehéz kérdés. Már csak azért sem, mert én nem vagyok egy nagy ilyen storyteller, nem vagyok. Komolyan? Egy nagy... Nem, egyáltalán. Jó, hogy eljöttél hozzá. Tudom, kedvesek vagytok, hogy ennek ellenére meghívtatok. Amikor készültünk a nagy jubileumi koncertünkre, ami február 23-án volt még idén, akkor nekem kellett előszedni egy csomó emléket az elmúlt 20 évből azért, mert ez egy olyan rendhagyó koncert volt, ahol volt 4 narratív megszólalásom is. És ezek a 2-3 perces beszédek arra voltak jók, hogy egy kicsit így, hát szöveg környezetbe helyezzem a nézőket, aha, és akkor kicsit többet tudjanak meg rólunk, a dalokról, az alakulásunkról, arról, hogy azért annyira nem volt piskóta, ahogy elindultunk tőke meg kapcsolatok nélkül. Mert nagyon nehezen indultunk, tehát sok kollégával vagy pályatársal összevetve magunkat, amit így hallottam már tőlük, tényleg nem volt tőkénk, nem volt kapcsolatrendszer, nem volt semmi. Mi volt egy motor. Volt? Ki bennem volt a motor? Egy... Dalok voltak. Én voltam a motor, és ők voltak hozzá az üzemanyag, mert amit összeállítottak az elmúlt években zenéket, meg dalokat, ahhoz aztán én utólag becsatlakoztam. Kicsit kritizáltam, fikáztam, hogy hát na hát egy kicsit gyorsítani kéne, rágyultuk, meg annyira nem kéne halálváró szövegeket énekelnem. Aztán mindez valahogy összeállt egy olyan szerves egész, ami mindhárunknak a szitáján átment és tetszett. És akkor ezzel megindultunk kiadók felé. Hát te indultál meg, mert hogy mi mondtuk, hogy még egy kicsit alakítanánk, mert még nincs kész, ő megmondta, de ez már arra bőven jó, hogy beadjuk. Egyébként igaza volt, csak ezt akkor így nem... Így éreztük, úgyhogy Gabi volt az, aki aztán kiadókhoz házalt konkrétan, és sikerrel járt. Ugye az előbb én azért mondtam, hogy magánéleti siker, mert Robival egész reggel hajtogattuk, hogy ez milyen figyelemre méltó, hogy 20 év párkapcsolatban, 20 év egy zenekarban. Külön választjátok, tudatosan figyeltek erre, vagy vannak nagy összeveszések munka miatt otthon? Kitől kérdezed? Más-más válaszokat fogsz kapni. Mindkettőtöktől. Egyszerre? Az nem így. Ennek külön. Jó, hát kérlek szépen. Jó, te kommunikációban, storytellingben nem vagy annyira jó. Akkor hagyjuk meg az Ádámnak a lehetőséget, hát először. De mivel együtt alakult a kettő, tehát hogy a zene is, meg a kapcsolatunk is, ezért úgy végig egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy együtt csinálunk mind a kettőt. Szóval, és eleinte, amikor még a Zsolt is a színpadon volt, és hárman voltunk, akkor ezt úgy, mint egy ilyen kapcsoló így a fellépések előtt így valahogy átállítottuk, és akkor tényleg ilyen munkatársi viszony volt a színpadon. Elsősorban a Zsoltra való tekintettel, hogy mégse érezze magát úgy kiközösítve. És aztán amióta már ketten vagyunk, azóta meg erre sincs szükség. Tehát így jól megmaradt működik. Megmaradt ez a kapcsoló egyébként azóta. De máshogy mű, vagy nem szükséges már a rutin azért úgy. Az általában ilyen én idő, amikor utazunk például koncertekre. Volt már erről is szó. És az nagyon ritka nálunk a mi életünkben, szóval, hogy általában, ha együtt vagyunk, akkor sokszor vagyunk gyerekekkel együtt, feloldódva, apa, anya, gyerek. Hány gyerek van? Kettő darab. Kettő gyerek. Igen, tehát a me time, az én idő, az nekünk nagyon hiányos a mi életünkben, és ugye most lesz a te születésnapod nem sokára, és akkor lesz egy us time is, tehát hogy amikor mi együtt mikor ünnepeljük. Van péntek? Most péntek? Ezen a héten péntek is? Nagyon értesen 20 éves lesz, hát nem? Jöhetettek volna pénteken is, és akkor mindjárt tudtunk volna gratulálni. Kaphattál volna egy nagy tortát például, nem szoktunk látni, de kivételtettünk volna. Szóval
azt akartam még mondani, nem nagyon tudom átkötni, hiszen nem vagyok jó storyteller, de van egy fantasztikus koncertünk nem sokára a közeljövőben. Ez augusztus 25-én lesz Nagytartsán egy ilyen... Mesélj róla egy kicsit nekünk. Azt a nagy koncertet, jubileumi koncertet, amit itt Budapesten elkövettünk februárban, azt utaztatjuk egyébként országszerte, már amennyire ez mobilizálható, és jelen esetben most nagyon igyekszünk oda tenni az összes részletet, és mivel mi vagyunk ennek a főszervezői, igyekszünk tényleg egy ilyen nagyon, hát szóval olyan koncertet ott összehozni, ami az összes részletében stimmel. Jó, de mit fogunk látni, hallani? Nagy szimfonikusokkal léptek majd. Olyan is lesz, az jövőre lesz, de ez most nem az lesz. Nem, hát itt az a látványvilág, ami a Momkútban megjelent, az fog itt is helyel közel megvalósulni, hát ez nyilván egy letfalat jelent, és azon kivetítést, ami nyilván kötődik hozzánk meg a dalokhoz, úgyhogy... A narratív szövegekkel nem biztos, hogy fárasztom egyébként a közönséget, mert az direkt úgy lett annó kitalálva erre a Momkútbeli koncertre, hogy ott mivel csücsült a közönség, ezért azt szerettük volna, hogy ne unatkozzanak, és úgyis megállja a helyét a koncert, hogy ülnek és befogadnak. Hát ne legyen meg az igény, hogy felálljanak. Ez viszont egy álló koncert lesz, ahol biztosan van helye, azt gondolom, a tombolásnak is. Igen, úgyhogy ott nem fogok nagyon, nem tudom, beszélni. Te fiú Gabi, jól emlékszem én arra, hogy neked jogász végzettséged van, vagy talán ügyvédként is praktizáltál, vagy egy időben csak azt csináltad? Jól emlékszem. Ugye? Igen. És ez most semmi? Parkoltatom. Helyzet az, hogy nagyon sokáig ezt én csináltam párhuzamosan, és nekem mondták az okosok, hogy hát ez semmiképpen sem fog menni, mert hogy a két fenékkel egy lovat olyat nem lehet csinálni, de pedig én azt gondoltam, hogy mindenki badarságokat beszél, és még mindig nem látom be teljesen az igazukat, de azt már látom, hogy rendkívül sok energiámba került, időmbe került a kettőt együtt futtatni. Tehát azt éreztem, hogy este hazajövök, és fáradt vagyok, és nincs annyi energiám se a gyerekekre, se rá, se magamra, se a Junikra hétvégén, hogy fellépjünk, amennyi kell. Uh-huh. Úgyhogy ezt most beláttam, hogy jelen életszakaszomban nem fér bele a kettő együtt. És most a hangsúly a Junikon van. Mondjuk el még egyszer, hogy mikor lesz a koncert, hol? Augusztus 25-én lesz Nagytartsán ez a koncert, amiről beszélünk. Oda mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Minket még is? Titeket is, nem bánom. Még téged is, Robi. Köszönjük szépen. Még kérdeztelek volna benneteket, csak fél percben mondjátok el, hogy az egyik gyerekről, hogyha jól tudjuk, jól suktok a szerkesztők, most szeptembertől kezdi meg az iskoláját. Az új időszámítás kezdődik az életünkben. Igen, mi is biztos. Reggel 6-kor kelni fogunk. Remélem nem leszünk borzasztó, megkeseredett szülők. Fú, azt tudjátok, mennyi meló lesz majd beszerezni, elmenni, megvenni, hiszti, ez a táska kell, az a toltartó kell. Van valamilyen korszaka a gyereknek, hogy lovas... A fogait hagyja éppen el, nem, levegnek nem a úgy, fogat hogy rajzfilmekben, nem tudom én, hogy... Nem nagyon nézünk rajzfilmeket, mert anya sárkány, de nem csak csoki tortákat, meg egyebeket nem kevéssé engednek. Volt ez a sárkányos rajzfilm a... Eliott a sárkány. Az is? Eliottnak hívják a gyerekemet egyébként. Milyen fogú? Az így neved a sárkányod, igen, igen az. Igen, az. Én nem láttam. Te nem nézel rajzfilmeket? De a Robi gyermeteg lelkületű, és ez neki jól áll, úgyhogy nem, hát igen, két lányom van. Tudod, hány rajzfilmet végignéztem már az életemben? Most a Transzilvánia 2-t kell majd megnéznem. Jézus. Kimaradt. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Ádámnak még kell gyakorolnia, hogy a Gabi mellett kapjon szót. Szerintem nem, azért. Gyakorlom én azt. Azért teljesen nem volt ez. Önöknek meg köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is fogunk találkozni, a megszokott időpontban jelentkezünk Annával együtt, ugye? Te jössz? Igen, holnap még én jövök. Nagyon jó együtt dolgoznom, nem? Én nagyon szeretek itt lenni. Odafigyelek rád, nagyon jó partner vagyok. Nagyon kedves vagyok. Így van. Hát az, hogy kedves vagyok, az egy standard dolog. Az egy alap. És holnap is ugyanezt várom, Robi. Nagy szeretettel. Még jobb lesz. Legyen nagyon szép napjuk. Viszontlátásra.